Szevasztok, gyerekek! Végre megérkezett a Zsákba Macska várva várt második évada. The f***ing cat is back! A Zsákba Macska színpadán a Köldökszöz! Na, ez kell a fiataloknak, gyerekek. Ha most nem fognak tévézni, akkor soha. Hülye vagy. Ékszer, készpénz, kocsi, engem semmi más nem érdekel. És nem csak a szerencsekereket meg a Zsákba Macskát hozták vissza a múltból, de ősszel érkezik a Győzike Show következő szériája is. Amit már most nagyon várok. Újra a nézők elé tárja minden napjait a Gáspár család. Gáspárék hamarosan a TV2-n. Ennyire nincs új ötlet, hogy 20-30 éves zombi műsorokat kell feltámasztani. Köszönöm szépen! A Majka papa meg a Joci már OTL-esek lettek, úgyhogy kellettek új ropogós fiúcskák a tévének. Ki is választották erre a nemes feladatra, Marics Petit meg a Bruno és Pacból a valamelyiket. Újra itt van velünk a Zsákba Macska, úristen, ez milyen adás lesz! Nekik a zene meg az előadó művészet csak egy lépcsőfok volt ahhoz, hogy tévés celebek lehessenek. A bátyák már egyenesen a Blicknek gyártják a klippeket. Például ezt a klippet, aminek az a címe, hogy Szép mosolyú lány. Van az a szép mosolyú lány. Élt egy szép mosolyú lány, álmodtam vagy igaz talán. Ho, ho, ho. Egy pillantás után, és vár is elég. A meccs közönségében Kajapia minden játszik, mindenki el van látva üres Burger King-es kosarakkal, és mindenki kötelezően kapott a kezébe egy kóla-kólát. Kóla-kóla. Vajon kinek írhatta a Peti ezt a számot? Ki lehet ez a szép mosolyú lány? És ki ez a szép mosolyú fiú, aki Burger King-et eszik? Mondjuk, hogyha van saját hamburgerük, akkor miért nem abban harapnak bele a klipben? Miért pont a legkisebb kiszerelésű, kiült krumpliból csemegéznek? Azokból lettek a műsorvezetők a Zsákba Macskában, akik Burger King-et ettek a klipben. Úristen! Úristen! Végül is, aki retro zenét játszik, ahhoz illik is, hogy egy retro TV műsort vezessen. Hát Petikén ma már nem az a divat, hogy műsorvezetők akarnak lenni a fiatalok. Influencerök akarnak lenni. Tessék elmenni rendes, tisztességes influencernek. Érettségi tesztelnünk az összes Magyarország legjobb műsorvezetői itt ülnek, mi meg itt vagyunk. Annyira szürreális, és nem, mint nagyon rossz. És nem csak ők vannak, hanem van helyettük még egy páros, akikkel felváltva vezetik a műsort. 1 millió forintra. Mit csinálod ezt velem? Ez a munkája. Lehetséges, hogy ez lenne az első olyan műsor, aminek 4 műsorvezetője van? Ahhoz, hogy fent tudj maradni hosszú távon előadóként Magyarországon, ahhoz sajnos egy ilyen tévés, fúziós hibriddé kell alakulnod. A Zsákba Macska első része egy speciális VIP adás volt, ahol a TV2 saját műsorvezetői játszottak, és természetesen kaptunk egy jókora adag celeb csipkelődést. Egy élő WC-kefe vagyok. Fú de férfias gladiátor üléshez. WC-kefén én gondoltam. Ezt hát tudod, együtt vezetjük a két WC-kefe. Ho-ho-ho. Nem tudtam eldönteni, hogy tündér vagy királylány, minden farsangról hiányoztam, úgyhogy itt vagyok én. Everywhere like such as. A műsor nagy része ezzel a kártyajátékkal telik, amikor kártyákat borogatnak. Meg van, amikor ilyen golyóbisoknak szurkolnak. Ha valakit esetleg érdekel, a sárga golyó nyert. Meg volt egy olyan játék is, amikor bankjegyeket spatuláztak. Alapul, alapul! Megéreztél, ráéreztél? Most nagyon 15 másodpercet van! Gyerekek, most megtollasodunk! Amit összeszedtem múltkor a Mobilfox pénzosztogatáson, azt most jó ki is sütjük. Ez nem villás reggeli, hoppa, hopp, hopp, hopp. Ez nem villás reggeli, hanem dellás reggeli. Hoppá. Ho, ho, ho. Elkészült a mai lecke. Ez a Zsuzsa 50 árnyalata. Nem készültem talán. Nem ér nyugdíj.
A műsorból kiderül számomra, hogy a fiatal műsorvezetők már készítettek egy névre szóló zenét az Ördög Nórának. Ami mindegyik nem üres meg, nem az ürítés, egy miért ír valaki egy WC papír reklámarcának egy MILF himnuszt? Akarom vegár a szó, fiát, Ördög Nó, Rikát, Ternyag, az Ördög Nóráról a WC papír jut eszembe. Az UPS kényeztetően puha és hosszú, így kiválóan alkalmas akár jelmez készítésére is. Meg az a reklám, amiben az bizonygatja, hogy tényleg azt az üdítőt issza, ami a kezében van. Nem kell rajta gondolkodni. Tudom, hogy finom, tudom, hogy benne van a vitamin, bemegyek a boltba, megveszem, nem drága. Tényleg minden nap ezt isszuk. Szerintem a Nóra lehet az a titokzatos, szép mosolyú lány. Szerintem a világ legjobb ágyneműje. Van az a szép mosolyú lány. Viszont nem csak engem ihlettél meg, hanem a Richard Gere-t is. Igen. Az első civil játékos adásban a játékosokat már nem öltöztették fel olyan szinten, mint a celebeket, ők csak kaptak magukra egy petrezselymet, meg egy temús pizzarucit. Volt benne például egy lány, aki sárga felsőben volt, tehát ő a sárgarépa. Egy répa. Igen. Itt meg két répa. Tudtam, hogy rám fogod erre, mint... Te bocs! Hagy harapjak már bele szerencsehozóként. Kell egy sárgarépa. The Joshi or the Basha. Köszönöm szépen. Elkészült a Dellás reggeli, gyerekek. És befejezésül a nagy fináléra hoztam nektek egy meglepetés videót. Amíg nem figyeltem oda, megtörtént a párbajom az MC Istivel. Na, szavaztok kis arcok. Szavaztok kis arcok. Dancsó. MC Isti. Na ide figyelj, koma. Kezdesz idegesíteni. Na ide figyelj, koma. Kezdesz idegesíteni. Köpedelem legalja. Péteri. Kurva any***a tartja a Trash arc. Én azt kell majd a Na, pityukám. Na, pityukám. Az szép volt, így kell csinálni. Van egy gyanúm, hogy ez lesz Isti életének a fénypontja. Innen már csak lejjebb van. És ehhez még vissza is pörgettem az időt, hogy ezt elmondhassam neki. Fel vagyok provokálva. Sejtettem, hogy az Isti aljas módszerekhez fog folyamodni a meccs során. Hét jó liszt, ez egy sokat tud elmenni. És a 4 kiló liszt megcsípte a szememet. Megemlékeztem a tanítómesteremről, és egyből összeszedtem magam. Bebizonyítottam, hogy nem vagyok csöves bánat. Komoly gyűjtés volt benne, úgyhogy le a kalappal. Úgyhogy küldök is egy shoutoutot a videó készítőjének. Shoutout to his family. A következő videóban pedig találkozunk. Majdnem odaégettem majd a mobilfoxos pénzemet, nem szóltok.